A forradalom vidéki eseményei és a hódmezővásárhelyiek szerepvállalása kapott nagyobb hangsúlyt azon a történettudományi találkozón, amelyet ma tartottak az emlékpontban. A pokol és menny. Mélységek és magasságok az 1956-os forradalomban című konferencián, egyéni sorsokon és a közösségi összefogáson keresztül mutatták be az akkori eseményeket. A mai találkozón az ország neves szakemberei, kutatóintézetek történészei taglalták az októberi eseményeket. Köszöntő beszédében Juhász Tünde kormány megbízott emlékeztetett arra, hogy a történelmi távlat már lehetőséget teremt, hogy objektíven alkossunk véleményt az egyes emberek akkori szerepvállalásáról. Drámai élményeket és érzéseket éltek, élhettek meg mindazok, akik részesei voltak közös történelmünk azon rövid időszakának, amit a forradalom kitörése és bukása jelentett. Teljesen egyszerű, hétköznapi emberek lettek, egyik óráról a másikra történelemcsinálók. Vagy azzal, hogy bátran kimondták véleményüket, kifejezték örömüket a forradalmi események kapcsán, és azonnal csatlakoztak a szabadság lehetőségével kecsegtető eseményekhez, vagy azzal, hogy háttérben maradtak és kivártak, vagy azzal, hogy a forradalom megbuktatására szövetkeztek. 1956. októberében néhány hét alatt hatalmas traumát és felhőtlen szabadságot élt át a teljes magyar társadalom. Az ülésen ezeknek a napoknak az általános kérdéseit boncolgatták az előadók, valamint szó esett az előzményekről, a nemzetközi és politikai háttérről is. Mindezekről két tematika mentén zajlottak az előadások. Az egyik 1956 vidéken és a vidék forradalma, hiszen általában a politika történetünk, a történeti gondolkodásunk és így 56 története is főváros centrikus. Azt szeretjük nézni, kutatni és vizsgálni, hogy mi történt Budapesten. Jóval kevesebbet tudunk arról, hogy mi történt vidéken, és ezért gondoltuk úgy, hogy egy külön szekcióban 8 előadó és 8 előadás vizsgálja a vidék forradalmát. Békés megyei, Bács-Kiskun megyei, Hajdú megyei példákkal, de külön kiemelném, hogy 5 előadás az Vásárhelyhöz és Vásárhely 56-os múltjához kötődik. A másik fő csapásvonala a különböző társadalmi csoportok szerepvállalása volt. A kutatások alatt megvizsgálták azt is, hogy a nem politizálók, például a gazdálkodók, a munkásság hogyan viszonyult az akkori eseményekhez. Ebben a munkában a túlélők beszámolóira is nagy hangsúlyt fektettek. A konferencia végére kiderült, az 56-os forradalom nagyon sokszínű és szinte kimeríthetetlen. Összességében pedig egy nagyon fontos üzenetet hordoz, méghozzá az összefogás fontosságának üzenetét. Hiszen egy politikailag meggyötört, kevés lelket számláló nép fogott össze akkor a szabadságért, ezért lehetnek példaképek 56 hősei.